Jó estét kívánok! Nem véletlenül titulálják Székesfehérvárt a bajnokok városának, és hát ennek a műsornak sem véletlenül ez a címe. Jövő héten rendezik július 17 és 23-a között a felnőtt öttus Európa bajnokságot a bajnokok városában, és hát nyilván az előkészületek a finisben járnak, éppen ezért nagyon szépen köszönöm mai vendégünknek, Vörös Zsuzsának, a Magyar Öttusa Szövetség szakmai alelnökének és a Volánfehérvár szakosztály igazgatójának, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszöntelek a stúdióban. Én is köszönöm a meghívást. Ekkor az izgalom? Nagy. Nagy, hát így az utolsó héten lényegében a verseny előtt azért eléggé felpörögtek a dolgok, és még elég, azt nem mondom, hogy sok mindent kell elintézni, de azért van mit, van feladat bőven. Ugyanakkor viszont a rutin megvan, a Vörösmarty Rádió ma reggeli vendégében Tóth István úra, az Alba Volán SC elnöke volt, aki hát elmondta, hogy most már jóval több mint 20 nagy világversenyt rendezett Székesfehérvár, öttusa világversenyt, tehát megvan a rutin, ugyanakkor viszont nem szabad rutinból csinálni ezeket pont, a feladatokat. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy amikor már nagyon a rutinnak élünk, akkor biztos kimarad egy-két dolog. Viszont, hogyha mégiscsak a rutint próbáljuk elővenni, hogyha kimarad egy-két dolog, akkor talán van már annyi rutinja az embernek, hogy tudja, hogy kihez kell menni segítségért, hogy meg lehessen oldani. De tényleg nem szabad mindent ennyire rutinból kezelni, mert a legjobb versenyt akarjuk szintén idén lebonyolítani, mint ahogy tavaly junior VB-vel sikerült. Hogyan lehet egy jó versenyt csinálni, rendezni? Nyilván nagyon sok mindenkinek meg kell felelni, a versenyzőknek, a nézőknek, a médiának, és még hosszasan sorolhatnám. Hát mi szempontunkból, ami a rendezőség, hogyha a rendező szempontját nézem, akkor egy nagyon jó adottsággal rendelkező város vagyunk, hiszen nagyon sportcentrikus maga a város, az önkormányzat, nagyon sportcentrikus a nézőközönség, nagyon jók az adottságai Fehérvárnak, tehát pillanatok alatt el lehet jutni egyik helyszínről a másik helyszínre, ezt a Nemzetközi Öttusa Szövetség is díjazza, ezért kapunk lényegében minden évben versenyt, ezért is törekszünk, hogy minden évben versenyt tudjunk rendezni, úgyhogy ez ebből a szempontból nagyon jól együtt tudunk működni. Nagyon jó a kapcsolatunk, mint az önkormányzattal, mint a szakszövetséggel, tehát a Magyar Öttusa Szövetséggel, úgyhogy ez ismételten egy nagyon jó összeállás, és hát nagyon jók most a versenyzőink is. Én azt gondolom, hogy bármi megtörténhet. És hát nagyon jó dolgok szoktak történni azért a hazai rendezésű öttusa világversenyeken is, de mielőtt azért a versenyzőkre rákanyarodnánk, beszéljünk a helyszínekről. Annál is inkább, hiszen a szénatéri csarnok vonatkozásában egy új helyszín gyakorlatilag debütál a városban, és hát ezáltal az öttusa, a helyi öttusa sportágban is. Igen, nagyon szerencsés helyzet, hogy megkaphattuk ezt a csarnokot a vívás lebonyolítására. Itt lesz felavatva lényegében ez a kézilabda csarnok, úgyhogy ezúttal is nagyon köszönöm a kézilabdázóknak a segítségét, hogy ezt így meg tudjuk oldani. És egy nagyon szép impozáns helyszínen lesz megrendezve ez a vívószám, úgyhogy nagyon jól ki tudjuk használni a csarnoknak a helyszínét, illetve az elrendezését, és hát mint ahogy említettem, elég közel van mindenhez, tehát itt az Uszodához, illetve a Bregyóhoz is, ahol a többi szám lebonyolításra kerül. Hát utóbbi kettő azért bejáratott helyszín. Igen, mindenképpen az utóbbi, az Uszoda az, hogy jól tudom, azért 90 óta már egy bejáratott helyszín, hát és a Bregyó is most már hála égnek azért nem először ad helyszínt az öttusának, és lehet, hogy nem utolsó alkalommal. Nyilván az a legcélszerűbb, meg a versenyzők számára talán a legoptimálisabb, hogyha minél feszesebb a lebonyolítás. A junior, tehát igazából azt kell mondjam, hogy ha a világbajnokságot rendezünk, akkor ott kötöttebb a program. Tehát akkor a Nemzetközi Öttusa Szövetség égisze alatt futó versenyeknek sokkal kötöttebb az elrendezése, meg van szabva, hogy milyen időrendi sorrendben, illetve milyen időtartamot kell időrendnek kell megfelelni. Az Európai Szövetség nem ennyire kötött. Ez mutatkozik abban is, hogy idén először lényegében az Európa bajnokság alatt lesz egy lézerrán lövészet. Magyarországon ez most már másodszorra kerül megrendezésre. Tehát szombat-vasárnap lesz egy ilyen futáslövészet lényegében, ezt bárki ki tudja próbálni, lesz erre külön egy sátor. Nagyon jó a kapcsolatunk a honvédséggel, ők biztosítják ezt a lehetőséget, hogy ezt ki lehet próbálni bárkinek.
Úgyhogy, illetve hát az öttusa versenyzők, de bárki benevezhet lényegébe erre a lézerránra. És hát a lovaglás, illetve a futás között kerül majd megrendezésre szombat-vasárnap. Ami egy előszere lényegében a következő évi budapesti világbajnokságnak, ahol már egy lézerrán VB-t fog szervezni a Magyar Öttusa Szövetség. Hát marad vennél a lézerránnál, a kombinált számnál, így akkor a kívülállók is megtudhatják, hogy milyen lehet, vagy milyen magas pulzus számmal célozni. Igen, igen, hát ez nem egy egyszerű feladat, semmiféleképpen. Összesen hány fehérvári versenyző lesz ott? Öt fehérvári versenyző fog indulni. A Hullámfehérvár részéről egyéniben Kovács Sarolta, illetve Demeter Bence egyéniben csapatban fognak versenyezni. Egyéniben fog még ugye az albőtös a színeiben Alexiev Tamara versenyezni, és hát váltóban a Hullámfehérvár színeiben, női váltóban Kalincsák Eszter, másnap a férfi váltóban pedig Frölik Tamás. Ugye közülük azért sokan azért már átélhették, vagy többen átélhették, hogy milyen hazai környezetben, igazán hazai környezetben a dobogón állni, netán nyerni, és hát ezzel természetesen te is így vagy. Neked milyen emlékeid vannak? Nagyon jó. Ilyenkor, mikor így itthon versenyt rendezünk, akkor mindig előjönnek ezek az emlékek, akár a budapesti világbajnokság, ahol 15 ezer néző előtt futhattam be a célba, akár a hazai rendezésű 2000-es Európa-bajnokság, akár világkupa, ahol szintén nyertem itthon, akár a 2006-os Budakalászi Európa-bajnokság, ahol szintén nagy nézőközönség előtt versenyezhettünk és nyertem. Tehát azt gondolom, hogy egy olyan helyszínt, illetve verseny lebonyolítást próbálunk a versenyzőinknek biztosítani, hogy azt érezzék, hogy biztonságban vannak, itthon vannak, mindent megkapnak azért, hogy ők sikeresek legyenek. Próbáljuk a közönséget is minél inkább megszólítani, kicsábítani a versenyekre, hogy egy plusz olyan emberként szurkoljanak a versenyzőknek, akik besegíthetik akár a dobogóra, vagy akár a célba őket elsőként. Te például mennyire tudtad kizárni a külvilágot mondjuk a futásnál, ahol azért ott vannak a nézők, ugye a lovaglásnál például illik csendben lenni, de hogy ott az neked milyen volt? Hát verseny közben nem lehet kizárni a közönséget. Én azt gondolom, hogy ezt lehet kezelni, ezt a stresszt, ezt a feszültséget, de kizárni semmiféleképpen nem lehet. Épp ezért mondom, hogy talán ha úgy fogja föl valaki, hogy ez egy plusz löket, hogy még inkább egy olyan inspirációt ad neki, ami előrébb viszi, akkor az egy nagyon pozitív eredményt tud hozni. Mivel hogy én lényegében csak egy évet tudtam csinálni, és nem is ezt a fajta lézerránt, hiszen én még lőszerrel lőttem ebbe a kombinált számba, tehát ez már nem most volt. Én nem nagyon kapcsolódtam bele, nem tudom, ennyire nem tudom így versenyző szempontból átélni, vagy elmondani, hogy mik a tapasztalatok. Külső szemlélőként, edzőként át tudom élni a dolgokat, de nekem biztos, hogy más volt, amikor csak futás volt, és a futásban szurkoltak. Volánosok hogyan, merre felé készülnek az Európa-bajnokságra? Volt egy jó kis menetelés ugye a világkupákon, illetve a hazai versenyeken, lezárult a világkupa sorozat, a világkupa döntővel is, és most hát lent vannak 2 hetet Tatán az edzőtáborban, így készülnek erre az Európa-bajnokságra. Meg lesz a jövő héten ez az Európa-bajnokság, utána kapnak egy kis szünetet, és egy rövid itthoni felkészülés után mennek Torinóba edzőtáborba, majd a Mexikóba ki szeptember közepére a VB-re. Ez a mostani tatai helyszín, tehát a tatai edzőtábor, ez számukra egy bejáratott helyszín? Gyakran megfordulnak a fehérvári öttusán? Mindenképp ebbe van több nézet is. Van, aki úgy fogja föl, hogy ha lemegy Tatára, akkor az már a munka vége lényegében, akkor már gyorsítás, egy kicsit a pihenés része, a feltöltődés része, van, aki meg úgy fogja föl, hogy ő inkább itthon szeretne pihenni, és már megint Tata. Tehát én az első voltam, tehát én mindig szerettem lemenni Tatára, mert akkor az már azt jelentette, hogy már közel a cél, és mindjárt ott vagyunk, és mindjárt rajtra készen leszünk, és mennyire jó lesz, mert ott vagyunk, és elkezdődik, amiért dolgoztunk egész évben. Hát ugye egyéniben Saci és Bence is ott lesz, no meg természetesen Alexeyev Tamara is, de azért itt a váltóban ez a Kalincsák Eszter Gulyás Michel kettős is
Egy fiatal, elég a célos kis igen, egy fiatal csapat, hiszen Eszter tavaly volt első éves junior, ő itt megmutatta, bontogatta a szárnyait már váltóban, ugye a női váltóval aranyérmes lett, illetve a vegyes váltóval ezüstérmes lett. Gulyás Michel pedig egy ifjás versenyző, lényegében négy tusa ifjú olimpiára készül ősszel, úgyhogy mindenképpen egy fiatal csapattal állunk ki, övék a jövő. Én azt gondolom, hogy egy verseny rutinszerzés szempontjából mindenképpen egy nagyon jó csapatot sikerült összeállítani a szövetségi kapitánynak, és hát különösen örülök annak, hogy Eszter kibeverekedte magát ide, és tud versenyezni, hiszen több térd, illetve lábműtéten esett át az ősz, illetve a tél folyamán, tehát még január-februárban úgy voltunk vele, hogy ebben az évben talán az ősszel megrendezésre kerülő U24-es Európa-bajnokságon talán el fog tudni indulni. Ehhez képest már egy junior Európa-bajnokságon túl van. Most erre a felnőtt EB-re készül, utána junior VB-zik. Tehát azt gondolom, hogy nagy meglepetés volt, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy ekkora kitartása van és akaratereje van. Ugyanakkor Fröhlich Tamásról is beszélhetünk. Fröhlich Tamás egy fiatal felnőtt versenyzőnk. Én azt gondolom, hogy elég sok minden van még előtte. Ami nagyon-nagyon fontos az, hogy egy nagyon jó és stabil kombi száma van, ami ebben az egynapos öttusában egy meghatározó. Még mindenképpen kell szokni a felnőtt mezőnyt, hiszen a vívás a másik meghatározó eleme ennek a mostani öttusának. Ebben még mindenképpen fejlődnie kell, és határozottabbnak kell lennie. A képességei megvannak hozzá, hiszen ezt már bemutatta, nem véletlenül került be a keretbe, nem véletlenül versenyzik itt is, illetve a felnőtt VB-n, ez már rajta is múlik, illetve reméljük, hogy ad neki elég önbizalmat, hogy a szövetségi kapitány viszont megszavazta a bizalmat neki. Hát Kovács Aci és Demeter Bence vegyes váltója azért általában aranyéremmel szokott végződni, legalábbis például ugye a világkupákon például. Ők azért, hogyha mind a ketten jó napot fognak ki, már pedig ez általában így szokott lenni, ők szinte verhetetlenek. Igen, én nagyon remélem, hogy úgy kerülnek oda mind a ketten egy pozitív töltettel, hiszen tavaly a Kecskeméti világkupán és idén is a Kecskeméti világkupán megnyerték a mixváltót. Mind a kettőjük aznap, illetve azon a versenyen, a két világkupán egy nagyon-nagyon jó versenynapot tudhatott, egyéni versenynapot tudhatott maga mögött. Én nagyon remélem, hogy ezt szintén itt az Európa-bajnokságon be tudják mutatni, és akkor igen, tehát azért mondtam, hogy bármi megtörténhet, akár egyéniben is, és akár a váltóban is, hiszen egyéniben mind a férfiaknál, mind a nőknél olyan stabil versenyzőink vannak, akik bármikor dobogóra állhatnak. Mennyire lesz erős a mezőny? Itt lesz-e minden menő? Azt, amit jelen pillanatban tudok, 48 női versenyzőre és 54 férfi versenyzőre számítunk, illetve a kisegítő személyzettel 248 fő érkezik erre az Európa-bajnokságra. Azt el kell mondani, hogy ebben a lét, ez a 248 fő, ilyen még nem volt Európa-bajnokságok számában ilyen részvételi arány, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy ennyire közkedvelt Székesfehérvár, illetve közkedvelt Magyarország. Úgyhogy ebből a szempontból én azt gondolom, hogy mindenképpen itt lesz mindenki. Egy versenyzőnél láttam talán egy közösségi médián kitéve, hogy nem biztos, hogy itt lesz a 12-es olimpiai bajnok Laura Szudauskaite. Ha jól láttam, akkor egy bokaműtéten esett át. Nem tudom pontosan, hogy mi történt, elképzelhető, hogy itt lesz, de talán ő kivételével minden esélyes itt lesz, mindenki esélyes itt lesz. Ha már említetted ezt a létszámot, ezt a rekord létszámot, ugye én úgy tudom, hogy gyakorlatilag itt a nagy fehérvári sportos nyár közepette a szállodai kapacitások gyakorlatilag teljesen le vannak kötve. Igen, ez a legnagyobb az egész problémánk. Városban ezzel hogy tudtatok megküzdeni? Na, ez nagyon nagy probléma. Nem számítottunk mi sem ekkora részvételi arányra. Tehát akiket elmondtam versenyzőket, létszámot, ez csak a döntőre, tehát a selejtezőkre érkező versenyzők. Ebben nincsen bent lényegében, akik a váltóra jönnek. Tehát van olyan nemzet, aki azt mondta, hogy lényegében pluszban még hozok versenyzőt csak a váltóra. Ugye mi is, ahogy meg tudtuk csinálni, hogy azok, nem fognak azok a versenyzők versenyezni egyéniben, akik a váltóban versenyeznek. Tehát itt lényegében nem csak mi gondolkodunk így, hanem másik nemzet is. Tehát lényegében magában a sportolói létszám nem csak ez a 102 fő, hanem további létszám. Igen, hát nagyon meg vagyunk egy kicsit lőve itt a szállodai létszámmal kapcsolatosan, illetve szobák számával kapcsolatosan, de azt gondolom, hogy a versenyrendezőség azért ezt meg fogja oldani.
Beszéltünk már arról az érzelmekről, amik a versenyzőben előbukkanak egy hazai versenyen, de arról még nem kérdeztelek, hogy mondjuk szakvezetőként neked mi volt a legnagyobb élményed itthon, vagy Magyarországon, vagy Fehérváron, amit átéltél? Hát én azt gondolom, hogy ugye a 2014-es Európa-bajnokságot a Sacinál ez a kutyás történet, az lehetett volna olyan is, hogy akár aranyérem is lehetett volna. Mindenképpen az egy nagy dolog lett volna az én pályafutásomban is. A tavalyi junior VB, én nagyon örültem neki, hogy hazai versenyző volt az a versenyző, tehát Volánfehérvár versenyzője volt, aki mind a két érem részese volt, és a sikereinknek a kovácsa volt. Én nagyon remélem, hogy ezt bőven túl tudjuk szárnyalni ebben az évben, és nagyon remélem, hogy nagyon csodás hétvégét, illetve napokat fogunk okozni a nézőknek. A lovaspálya környékéről akkor ezúttal messze kitiltjátok a kutyusokat. Igen, igen, szeretnénk, illetve hát ugye a Sacinak azért most már van rutinja benne, most két kutyája is van, úgyhogy két kis testűje, úgyhogy azt gondolom, hogy ő is most már fel fog tudni rá készülni. Van-e szervezőként, szakvezetőként valamiféle kabalád? Mert azt olvastam, hogy versenyzőként azt hiszem egy negró cukorka, meg egy emlékplakett is. Igen, volt. 99-ben kaptam egy negró cukorkát, az mind a mai napig megvan, illetve kaptam egy emlékplakettet is, ami az 1896-os olimpiának volt az emlékplakettje. Ezt addig, ameddig le nem zárult a 2004-es athéni olimpia, ezt addig nem mondtam el senkinek, hogy mi az. Én ezt közvetlen az olimpia előtt kaptam, és hát megvan, igen, ez is mind a mai napig. Versenyszervezőként, illetve szakosztályvezetőként nincs kabalám. Lehet, hogy majd lesz későbbiekben, de nincsen. Nincs jelen pillanatban. Hány érmet vársz? Hány magyar, hány fehérvári érmet? Ezt így nagyon nehéz megmondani. Én azt gondolom, hogy ha optimális esettel számolunk, és minden rendben fog működni, a versenyzőink, ahogy fel tudtak készülni, én azt gondolom, hogy mind férfi, mind női mezőnyben, egyéniben is számíthatunk egy hatban bárkire. Azt hozzá kell tenni, hogy elég erős most már akár a férfi, akár a női mezőny. Nagyon közel vannak egymáshoz a versenyzők, tehát bármi megtörténhet, ebbe az egy hatba bármi belefér. Ha szerencsénk van, akkor dobogó, és a dobogó legfelső foka. Ha egy kicsit szerencsétlenebbek vagyunk, akkor akár hatodik hely. Tehát nagyon közel vannak egymáshoz a versenyzők. Én ezért nem is szeretek, és versenyzőként sem szerettem azt mondani, hogy a dobogó a cél. Én azt gondolom, hogy egy optimális esetben egy 1-6, és abba belefér bármi. Igen, hát persze az ötös az tipikusan az a sportág, ahol tényleg a pillanatnyi forma dönt, ráadásul ugye 5 számban kell teljesíteni, de talán a legnagyobb lutri ugye a lovaglás, mert előfordulhat, hogy egy rakoncátlan pacit kap a delikvens. Hát egy ilyet persze te a témban elég rendesen megszelídítettél. Ilyenkor hogy van egyébként a lovaglás számon? A pacik honnan, hogyan, mint helyiek? Igen, tehát ilyenkor mi az előírás? A Magyar Ötös a Szövetség lovai, illetve a Volánfehérvár szakosztálynak a lovai teszik ki a lovakat, és így hozzuk össze azt a lómennyiséget, amivel meg tudjuk oldani a versenyzők kiszolgálását. Én azt gondolom, egyébként Magyarország az egyik legjobban ellátott ebből a szempontból, legjobban ellátott nemzet. Itt a legjobb lovas eredmények itt születnek nálunk, úgyhogy itt nem is annyira szokott dobni a lovaglás, mint más országokban. Tehát talán, hogyha lehet mondani, hogy hol a legkisebb esélye annak, hogy mínuszba el lehet menni, van, tehát itt is van, de a legkisebb esély talán itt nálunk van Magyarországon. Úgyhogy ezért is mondom, hogy bármi megtörténhet, én nagyon, nagyon pozitívan állok hozzá, remélem a versenyzőink is ennyire pozitívak lesznek és bizakodóak. Szóval 17-én kezdődik, méghozzá női váltóval, tehát Kalincsák Esztert mindjárt az első nap láthatjuk majd. Igen, és szurkolhatunk neki. És aztán hogyan tovább, nyilván a férfiak jönnek váltó, majd a folytatásban? Igen, mi részünkről, Fehérvári részről, akkor Frölik Tamás fog versenyezni,
ez szerdai nap lesz, csütörtökön a női selejtező lesz, Kovács Sarolta és Alexejev Tamara részvételével, fehérvári, kihangsúlyozva, hogy fehérvári részről. Pénteken Demeter Bence fog versenyezni a selejtezőben, és hát szombaton női döntő, reméljük mind a négy női versenyzőnk döntőbe fog kerülni, férfi lesz a vasárnapi nap, és hát a mix váltó lesz pedig hétfőn ott célirányosan, és Kovács Sarolta Demeter Bence párossal. Ja, Alexejev Tamaráról még annyira nem beszéltünk, hát nyilván ő nem az albajöttusát erősíti, de azért arra kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz az ő évkezdetéről, mert ugye ő most azt hangsúlyozta az év elején, hogy végre ott tudta elkezdeni az évet, ahol abba hagyta ezt megelőzően, és ugye Kairóban is például kiválót ment. Hogy látod az ő? Igen, nagyon jól sikerült az évkezdete. Volt az első két világkupán dobogóra is állt, Kecskeméten is lényegében egy nagyon nagy futással fölfutotta magát a hetedik helyre a középmezőnyből. Aztán, ha jól tudom, akkor egy viszonylag hosszabb betegségen esett most át, tehát reméljük, hogy jó formában fog oda kerülni erre az Európa-bajnokságra, és annak megfelelően fog versenyezni, és erősíteni fogja ő is a csapatot. Hogy tervezzenek a fehérváriak, a szurkolók, mikor, hová menjenek szurkolni és biztatni? Hát nagyon remélem, hogy azért elég sok plakáttal szembesülnek a szurkolók, a nézők, és látják a programot. Általában úszással szoktunk kezdeni, és utána ez a reggeli órákban 9 óra 30, 10 óra valahogy így szoktunk kezdeni, utána megyünk át a vívóterembe, a szénatérre, és hát a délutáni időpontokban megyünk át a váltó, illetve döntőnapokon 3 óra 4 óra környékén a lovardába, és utána pedig a kombinált szám, ott már lényegében nagyjából egy helyszínen maradunk, hiszen a külső részről, onnan a tó mellől át kell csak sétálni be az atlétikai centrumba. Hát mi nagyon-nagyon szurkolunk, és nagyon-nagyon sok sikert kívánunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, ez volt már a Bajnokok Városa, öttusa Európa-bajnokság Székesfehérváron, tehát gyakorlatilag jövő héten 17. és 23. között. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!